Matt Damon Kicsinyítés című filmjének bemutatójával kezdődött a 74. Velencei Filmfesztivál. A helyszínen ott van Návai Anikó, a Hello Hollywood műsorvezetője, akit most telefonon kérdezünk többek között erről a filmről is. Szia, Anikó! Sziasztok, hogy vagytok? Kedves, jó reggelt! Élők, hogy köszönjük, mi meg vagyunk, örülök, hogy tudunk beszélni. A kritikusok nagyon jól fogadták Matt Damon Downsizing, magyar címen Kicsinyítés című filmjét. Te milyennek láttad? Nagyon jó film, nagyon szokatlan film, és egy kicsit politikai film, mert a túlnépesedésről szól, és arról, hogy hogyan lehetne megoldani a túlnépesedési kérdést, hogyha mindenkit lekicsinyítenek másfél centire. Igen, mert hogy Damon is ugye nem túl szatirikus, hogy ő is összemegy 10 centise, vagy nem tudom hány centise, szóval hogy jól tudja így is hozni ezt a figurát? Nem túl nevetséges maga a helyzet? Nem, egyáltalán nem. Mondom, szatirikus, és hát Alexander Payne arról híres, hogy ő egy auteur, ő egy szerzői filmrendező, aki maga írja, produkálja és rendezi a filmjeit, és mindig valahol egy kicsit borotva élet táncol. És emiatt nagyon, nagyon jó, nagyon érdekes film. Matt Damon egyébként nem csak ezzel a filmmel, hanem George Clooney-nak a Suburbicon című filmjével is képviselteti magát, ha lehet ezt mondani most Velencében, Julianne Moore-rel vagy Oscar Isaac-kel. Arról a filmről mit lehet tudni? Hát azt a filmet én már láttam. Aha. A hivatalos bemutatója csak holnap lesz, és holnap este, szombat este lesz a premier, de George Clooney-val ma délután fogunk találkozni, és holnap fogom őt interjúvolni exkluzív, tehát one-on-one. Teljesen a műsor számára, a Hello Hollywood számára. Arról a filmről azt lehet tudni, hogy ezt a filmet a Coen Brothers, a Coen testvérek írták, és George Clooney rendezte. Na most, tehát ez a két dolog, azt hiszem annak, aki egy kicsit is filmgurman, azt tudja, hogy ez mit jelent. Ugye a Coen testvérek mindig nagyon szatirikusak, George Clooney egy picit visszafogottabb, és ebből a kombinációból mi jön ki. Hát erről szól ez a film. Akik szeretik az erőszakot, nagyon fogják szeretni ezt a filmet, ezt tudom mondani. Ugye ez Clooney-nak már a hatodik rendezése. Te amúgy mit gondolsz róla, mint rendezőről? Én azt gondolom róla, és nagyon jó kérdés, és köszönöm is, hogy föltetted, mert tényleg jó kérdés, hogy amikor ő írja a filmjeit, akkor egészen mást rendez. Sajnos nem tudom, nem is most az eszembe a magyar címe, az Ides of March-nak, ti talán tudjátok, az a politikai kampányról szóló filmje volt a Ryan Goslinggal és a Philip Seymour Hoffmannal. Az például egy remek film volt, nagyon jó film volt a Good Night, Good Luck, azt hiszem jó reggelt, jó szerencsét, vagy mi volt annak a címe, David Stedemmel, amiben szintén nagyon éles politikai látásmódról árulkodott. Tehát George Clooney egy sokkal, hogy mondjam, egyenesebb vonalú filmrendező, mint a Coen testvérek. Ő nem foglalkozik szatírával. És hogy látod, hogy a Suburbicon vagy akár a Downsizing számíthat komoly díjra? Hogyne, és erről viszont Enyedi Ildikót fogom megkérdezni ma délután, aki benne van a zsűriben. Milyen jó neked egyébként George Clooney-val, Enyedi Ildikóval és egyéb ilyen sztárokkal beszélgethetsz. Na mesélj még, és mi lesz még a Hello Hollywoodban? Hát a Hello Hollywoodban lesz egy hosszú-hosszú Angelina Jolie, amiről sajnos holnap, azaz szombat délután 4 óráig Los Angeles idő szerint, magyar idő szerint éjjel egyik, egy szót sem beszélhetek, mert Angelina Jolie megesküdött arra, hogy a Telluride Fesztivál előtt senkinek nem ad interjút, és hát mondjam azt, hogy kivételt tett velünk, megtette múlt héten, de embargózták az interjút, úgyhogy sajnos a holnapi műsorban ez nem kerülhetett be, de már dobozban van, és jövő héten fogunk ezzel foglalkozni, de egy icipicit azért majd elárulunk róla. És hát Velence, minden, ami Velence. Én azt gondolom, hogy Angelina Jolie nélkül is tökéletes műsor lesz holnap este 22:50-től itt a TV2-n. Köszönjük szépen, Anikó! Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek kellemes hétvégét!